Nem volt könnyű szabályosan végigmenni a motorosoknak kialakított szalonpályán, mégis sokan nekivágtak az ingyenes vezetéstechnikai tréningnek szombat délelőtt Szekszárdon. A program egyik szervezője azt mondja, évek óta rendeznek ilyen programokat, és folyamatosan nő az érdeklődő motorosok száma. De nagyon örülök neki, hogy összejöttünk egy 25-30-an ide, ezt már harmadik évben csináljuk, egy ilyen kis baráti kör, egy Villa Szekszárd, Szekszárd és környéki motorosoknak. A fő célkitűzés ezzel az egésszel, hogy talán a gyászhírekben nem szerepel annyi motorkerékpáros. Próbáljuk, gyakoroljuk ezeket a mozdulatokat. De egyenesen ül, egyenesen, függőlegesen végig. Csak a motor megy alatta, de nem tűzik. A tréning során motoros rendőrök és szakoktatók is segítették a jelenlevőket. Búzs Zsolt szerint egy ilyen alkalom nagyon sokat tud segíteni azoknak, akik hónapok után a jó idő beköszöntével ülnek újra motorra, de azoknak is, akik abszolút kezdők. A gondosan kialakított pályákon ugyanis a forgalomban ritkán gyakorolható technikákat tudnak elsajátítani a résztvevők. Anélkül kimenni egy közlekedésbe, hogy ne tudjam a saját motoromat kezelni, illetve a saját magam korlátait megismerni, az elég veszélyes. Ezeken a tréningeken, nem csak ezen, tehát országosan, ezekre helyezik a lehető legnagyobb hangsúlyt, mert egy veszélyhelyzetben pontosan arról szól, hogy tudok döntést hozni, milyen hamar tudom meghozni, és mennyire vagyok biztonságban a saját motoromon. A mostani napon két turnusnak szervezték meg a vezetéstechnikai tréninget, egyet délelőtt, egyet pedig délután tartottak meg.